Nógra egy György már itt van, de még miatt mi beszélgetni kezdünk. Jó reggelt kívánok! Azelőtt nézzünk egy összefoglalót meg az 1941 napos fogság történetéről. Ennyi nap telt el azóta, hogy fogva ejtették, és hogy kiszabadult Hamaszföld alatti börtönéből Gilad Shalit izraeli katona. A fogolycsere első szakaszában 447 palesztin terroristát adtak át az izraeli hatóságok, cserébe az egyetlen elrabolt katonáért. Az alkú részeként a következő két hónapban további 550 terrorista távozhat az izraeli börtönökből. Shalit az első orvosi vizsgálatok szerint jól van, legalábbis ahhoz képest, hogy palesztin fogvatartói 5 éven keresztül a napfénytől elzárva a föld alatt tartották. Ünneplő izraeliek várták otthonánál Gilad Shalitot, akit szülei is az elmúlt 5 évben csupán egyetlen, alig félperces videófelvételen láthattak. A fiatal katona szemmel láthatóan épségben viselte el az 5 évig és 4 hónapig tartó fogságot. Ezek voltak az első felvételek a most 24 éves izraeli katonáról, akit kedd reggel szállított át a Hamasz Egyiptomba. Már az izraeli hatóságok azt kérték az egyiptomiaktól, hogy kiméljék a fogságból frissen kiszabadult Shalitot, a kairói kormány igyekszik propaganda célokra kihasználni a fogolycserét. Még az átadás előtt interjút készítettek a katonával, aki elmondta, hogy bízott a kiszabadulásában, de úgy gondolta, hogy erre még éveket kell várnia. Egy héttel ezelőtt tudtam meg, hogy kiszabadulok, és úgy éreztem, hogy ez az utolsó lehetőség arra, hogy élve kikerüljek a rabságból. Nagyon nehéz pillanatok voltak ezek, nehéz így utólag leírni, amin akkor átmentem, mondta az izraeli katona, aki ekkor még nem beszélhetett szüleivel sem. Shalitot Egyiptomból a határa, majd egy katonai bázisra szállították, ahol egy orvosi bizottság megvizsgálta. Új egyenruhát kapott, és így találkozhatott családjával, akik 5 éven át kitartóan küzdöttek Gilad kiszabadításáért. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök az egész ország nevében köszöntötte a visszatérő katonát. Azt mondta neki, hogy sok év óta várnak már erre a pillanatra. Netanyahu ugyanakkor figyelmeztette a most szabadon engedett terroristákat, hogy nem számíthatnak amnestiára, ha visszatérnek az erőszakhoz. Tovább harcolunk a terrorizmussal szemben, és ezt minden most szabadon engedett terroristának is tudnia kell. Izrael különbözik az ellenségeitől. Mi nem ünnepeljük a gyilkosok kiszabadulását, és nem magasztaljuk azokat, akik mások életét oltották ki. Épp ellenkezőleg, az élet szentségében hiszünk, mondta az izraeli miniszterelnök. A Hamasz terrorszervezet nagy győzelemnek nevezte az összesen több mint 1000 palesztin fogoly kiszabadítását. A most kiengedett terroristák összesen mintegy 300 izraeli civil lakos haláláért felelősek. A megállapodás értelmében most 477 palesztint engedtek szabadon. Most először voltak közöttük olyanok, akik izraeli állampolgárként követtek el gyilkosságokat izraeliekkel szemben. Egy részük visszatérhetett otthonába, Kelet-Jeruzsálembe, ahol ünneplők tömege fogadta a terrorcselekmények miatt többszörös életfogytiglanra ítélt foglyokat. Nem csak Gázában, hanem a környező országokban is üdvözölték a Hamasz által elért megállapodást. Nagy győzelem ez ma az ellenállás számára. Büszkék vagyunk a Hamaszra, mert megtörtünk mindent, ami tabu volt eddig Izrael számára. Kikényszerítettük tőlük azt, hogy minden feltételünket elfogadják, amit Gilad Shalit elrablása után támasztottunk, mondta az egyik libanoni menekültábor vezetője. Hát ugye az ember mondaná, hogy nincs igazuk, de első ránézésre van ebben valami. Nógrádi György, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ünnepelhet joggal a Hamasz? Ez egy nagyon fura dolog, mert én úgy érzem, hogy mindegyik fél joggal ünnepelhet. Ez rendkívül ritka a történelemben. Akkor vegyük sorra. Mi volt az izraeli stratégiai cél? A katonáit élve vagy holva, holtan kihozni. Ez a stabil izraeli cél. Most elérték, hogy egy katonájuk kijött. Ezzel szemben 1027 embert adtak, ennyit soha a történelemben nem adtak egy fogolyért. Mi a Hamas stratégiai célja? Hogy a mintegy 5-8 ezer izraeli börtönben lévő Hamas aktivistát valahogy kihozni. Ebből ezret kihoztak. Ez szintén egy stratégiai győzelem. De hogy jegyezzem meg, hogy a világ különböző szakértői előre jósoltak. Az egyik jóslat úgy szólt, hogy Izrael és a Hamas nem tud együttműködni. Együtt tudott működni. A másik úgy szólt, hogy utolsó percben valami lesz, az izraeli legfelsőbb bíróság megakadályozza. Az izraeli legfelsőbb bíróság átadta az ügyet a Netanyahu-nak, a Netanyahu pedig adott egy nyilatkozatot, hogy élet egyik legnehezebb döntése, de ezt meghozták. Tehát máshogy fogalmazva, Izrael egy embert visszakapott, a Hamas 1000 fogját ki tudta szabadítani. Mi a túloldal?
hogyan tovább. Érdekes módon a világ sajtó nem foglalkozik vele, de hosszú hetek óta, először évek óta béke van a gázai határon. A Hamas nem lő át, Izrael nem bombázza, tehát egy új helyzet van. Máshogy fogalmazva, egy pillanatnyi tűzszünetet élek. Ebből bármi lehet. 40-50 ember nem ment vissza a palesztin területekre, ezeket befogadják a szomszédállamok, tehát Jordánia, befogadja Szíria, illetve egyel arrébb befogadják Törökország és Katár. Túloldal, a Ramallahi ünnepségen, amiről egy szó nincs a világban, az Abbas üdvözölte az oda került, visszakerült volt foglyokat, és az Abbasszal kezet fogott a Hamas három vezetője. Évek óta nem álltak szóba egymással. USA. Az USA Egyiptomon keresztül közvetített, az USA egy teljesen más vonulatba fölvette a kapcsolatot a muzulmán testvériséggel. Egyiptom. Az egyiptomi hadsereg ura volt a helyzetnek, újra fölértékelődött, de elkezdett egy hadgyakorlatot most a szuezi csatornánál. Ennek szimbolikus jelentősége van. USA. Elkezdett egy katonai gyakorlatot Izraelbe és Szaúd-Arábiába. Tehát olyan helyzet van most, amit ön kérdez, hogy ebből bármi kisülhet. Azért 60 éve nincs béke, tehát egyszer jó lenne már ebből a se háború, se béke állapotból tovább lépni. Most egy esély adódott. Élnek vele, nem tudom. Hogy a Hamas partner lehetett Izrael számára, hogy a Hamas hajlandó volt leülni a zsidó állam vezetőivel, hogy... Hajlandó volt tárgyalni a zsidó állam vezetőivel, így van, Egyiptomon keresztül, bocsánat, rosszul fogalmaztam. Nagy dolog, hogy a muzulmán testvériség bárkivel szemben, mint tárgyalópartner meg tudott jelenni, tehát az arab világ joggal ünnepelett valamiféle győzelmet. Az izraeliek számára, ez egy régi mondás, a békénél fontosabb a Közel-Keleten nincsen, de bármi áron, és ez is egy fontos mondás volt, nem akartak békét. Ez most azt jelenti, hogy bármi áron békét akar teremteni Netanyahu? Nem. Ez azt jelenti, hogy most adódott egy óriási esély. Azért mi nem szoktunk arról beszélni, hogy mi alatt most a világot értem, hogy az arab, nevezzük tavasznak, nagyon rossz a kifejezés, hogy nevezzük arab tavasznak mozgalom, milyen változásokat hozott az arab egyáltalán tovább megyek iszlám világba. Hogy Izrael számára a nemzetközi légkör jelenleg sokkal rosszabb, mint fél évvel, egy évvel ezelőtt volt. A négy szomszédjából, Egyiptomból a nagykövetség elment, Jordániába egy ember maradt ott, Libanonba, Szíriába gyakorlatilag nincs izraeli képviselet, nagykövetség, tehát egy új helyzet van. Izrael számára egy rendkívül fontos dolog az, hogy valamilyen módon tárgyalóasztalhoz üljön. Az Abbasnak, aki ennek a folyamatnak nem győztese, ő győztesnek állítja be magát, ez is érdekes. Egy siker lehetősége van, az ENSZ. Tehát mindent meg fog tenni, hogy az ENSZ-be valamiféle sikert elérjen. A palesztinok ezzel most közelebb kerültek, bocsánat, közelebb kerültek az államiságok elismeréséhez? Nem. Hogy láthatóan tárgyaló partnerek tudtak lenni? Ebben a folyamatban felerősödött a Hamas, ezt látni kell. A Hamas bebizonyította, hogy nélküle ellenére a Közel-Keleten nem történhet semmi. Az Abbasnak az ENSZ mutatja a lehetőséget, mert Ramallahon kívül igazi érdemi pozíciói nincsenek. De én még egyszer mondanám, olyan ritka pillanat van, amikor elképzelhető egy hosszabb távú fegyverszünet, amiből bármi kijöhet. A Közel-Kelet sajátossága az, hogy csak az biztos, ami megtörtént. Tehát utolsó percig nem lehetett tudni, mi lesz. Tessék megnézni az összes magyar híradást, mit mondtak? Németországba cserélik ki az embereket. Szó nem volt erről, valami miatt ez jött le, valamilyen torz. Az igaz lehet, hogy a hátralévő TUSZ kiengedések, hát hiszen ez több hullámban történik, de még minimum egy hullámban, egészen addig, ameddig az meg nem történik, addig lesz, vagy addig lehet béke? És azt kellene kihasználni ezt a hátralévő, azt hiszem, két hónapot arra, hogy valami megállapodás szülessen bármilyen irányban? Két hónapról van szó. Ebben a két hónapban nyilván a titkos diplomácia megy. Hihetetlen érdekes, hogy ki fog közvetíteni. A németek elkezdtek közvetíteni. Igen, a Merkel tegnap bejelentette, hogy köszöni a németeknek a segítséget. Ez nyilván igaz. De a fő közvetítő a Közel-Keleten mindig az USA volt, mert az USA az egyetlen működő világhatalom. Az Európai Uniónak a helye szerepe a Közel-Keleten periférikus. Máshogy fogalmazva, önnek tökéletesen igaza van. Van két hónap arra, durván két hónap, hogy elkezdődjék egy folyamat, és meglátjuk, mi sül ki belőle. E tárgyalások nagy része nyilvánvalóan nem publikus lesz, máshogy fogalmazva a színfalak mögött fog folyni. Talán a végeredmény meg tudjuk, és akkor újra beszélünk erről. Nógrádi György, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen.